Sziasztok, Rita vagyok, 8 éve élek Kínában, úgyhogy a kínai gondolkodás, a kínai kultúra és a nyelv különleges, meglehetősen különleges világába szeretnének titeket elkalauzolni. Mai téma az, hogy miért nem váltanak a kínaiak egy egyszerűbb, könnyebben tanulható írásra. Sokan azért tartják olyan nehéznek a kínai nyelvet, mert nem tudják elképzelni, hogy lehet megtanulni ezeket a krikszkrakszokat, amivel a kínaiak írnak. A kínai írás egy olyan bonyolult jelrendszer, aminek semmi köze nincs a kiejtéshez. Ez azt jelenti, hogy itt van például ez az írás, hogy azt jelenti, hogy macska, ehhez külön meg kell tanulni a kiejtését, ami ez esetben mao. Na, ezt úgy hívjuk, hogy hieroglifikus eredetű írás. Elárulok viszont egy titkot, nagyon sok írás jelen látszik, hogy mi a kiejtése, de nem érdemes tippelgetni, mert nagyon mellé lehet fogni, úgyhogy hát nincs mit tenni, ki kell szótárazni, és meg kell nézni a kiejtését. Ha hiszitek, hanem ez a kérdés felmerült magukban a kínaiakban is. Sőt, a 20. század elején egy kínai nyelvész Zhao Yuanren meg is alkotta a kínai nyelvnek a latin betűs átiratát, ezt úgy hívjuk, hogy pinyin, és így néz ki. Ám a kínai nyelv olyan különleges, hogy nem igazán alkalmas erre a fajta írásra. Na miért? A kínai nyelvben nagyon gyakori a homofónia N-nel és nem B-vel. Ami azt jelenti, hogy sok szónak ugyanaz a kiejtése. Vagyis nagyon sok a többértelmű szó. Mi nálunk a magyarban van néhány többértelmű szó, aminek egy, kettő, esetleg három különböző jelentése van, addig a kínainál sokkal-sokkal gyakoribb, sőt van olyan szó, aminek 10 jelentése is van. Ezt úgy tudom leginkább szemléltetni nektek, ha megmutatom, hogy hogyan gépelünk kínaiul. Most már pontosan ezt a pinyint használjuk a gépelésre. A kiejtés alapján beütök egy szót, így a számítógép kidobja nekem az összes olyan írásjegyet, aminek ez a kiejtése. Elő vannak a leggyakoribb szavak, és innen szépen kiválaszthatom. Pontosan az, aki a pinyint megalkotta, írt egy verset, aminél csak egyetlen egy szótagot, a s szótagot, és annak különböző tónusait, különböző hangsúlyait használta. Ez így hangzik. Ha valaki elmondja ezt a verset, akkor senki nem tudja, hogy miről volt szó. Talán még az se, aki elmondta. Ha írásjegyek nélkül pinyinnel írják le, ugyanez a helyzet, nem fogják tudni még mindig, hogy miről volt szó. Ám ha írásjegyekkel írjuk le, akkor rögtön egyértelmű, mert rögtön ki tudunk venni egy-két szót, annak a jelentését, és akkor abból meg tudjuk satszolni, még ha nem is olvassuk el annyira részletesen, hogy miről van szó. Ugye felmerülhet a kérdés, hogy a többértelműség akkor a beszélt nyelvben hogy nem okoz problémát, hiszen a beszélt nyelvben nem látjuk az írásjegyeket. Erről majd a videó végén még beszélünk. Most először lássunk egyéb talán erősebb okokat, hogy miért nem térnek át a kínai latin betűs írásra. Kína ugye hatalmas, különböző tartományaiban, különböző nyelvjárással, külön nyelvvel, más kiejtéssel beszélnek, de egy, ami közös, az az írás. És ez a csodálatos, hogy az írást máshogy ejtik ki, de ugyanúgy írják. Egyesek szerint ez tartja össze Kína egységét. Mert maga az, hogy olyan idős bácsik és nénik vannak a parkokban, akik nap mint nap gyakorolják magát az írást, a kínai kalligráfiát. Ez egy külön művészet. Míg mi karácsonykor koszorút, mindenféle díszeket akasztunk ki az ajtónkra, addig Kínában magát a jó szerencse szót akasztják ki, ezt az írásjegyet ráadásul fejjel lefelé. És ez is egy gyönyörű szép példája a többértelműségnek, hiszen a fejjel lefelét ugyanúgy mondjuk kínaiul, mint azt, hogy megérkezni. Tehát a fejjel lefelé fordított jó szerencse azt jelenti, hogy meg fog érkezni a jó szerencse. Tehát mi azt el tudnánk képzelni, hogy magát ezt a jó szerencse szót, vagy boldogság, vagy gazdagság szót, hogy így kírjuk az ajtónkra. Miközben ez Kínában egy bevett szokás, sőt, mindenkinél ki van akasztva, mert egyszerűen jól néz ki. Egyszerűen szép. Ez kínai írás ilyen gyönyörű. Ha szeretnétek igazán gyorsan olvasni, akkor érdemes megtanulni kínaiul, mert képzeljétek el, hogy egy írásjegy az egy kis területre nagyon sok információt tömörít össze. Tehát amíg én, ha egy magyar szöveget olvasok, a szemem végigpásztázik egy szón, addig kínaiul már elolvastam egy mondatot. Tehát, hogy ha megtanultuk rendesen a kínai nyelvet, utána sokkal gyorsabban fogunk tudni olvasni.
Én magam tapasztaltam azt, olyan barátom írt nekem kínaiul, akinek hirtelen így nem volt kínai betűtára a telefonján, és pinyinnel írt, és nagyon fura és nehézkes volt felismerni, elolvasni, hogy most mit is akart mondani, pedig nagyon egyszerű nyelvezetet használt, hát nyilvánvalóan. És akkor esett le nekem az, hogy mennyivel könnyebb írásjegyeket olvasni, mint magát a kiejtést. Ugyanakkor meg írásjegyeket begépelni sokkal-sokkal gyorsabb, mint leírogatni. És ez a csodálatos ebben, ahogy a technológia létrehozta ezt, hogy mind megmarad az írásjegyeknek az előnye, hogy gyorsan tudunk olvasni, mind ki tudjuk használni a pinyinnek a gyakorlatiasságát, hogy könnyen be tudjuk gépelni. Na hát arról meg nem is beszélve, hogy a kínai írás több ezer éves. Tehát a mai élő használt nyelvek közül a legrégebbi. Talán fel se tudjuk fogni, hogy milyen ősi szimbólumrendszert, kultúrát hordoz magában. Lehet, hogyha elkezdenénk elemezgetni, akkor nagyon sok minden kiderülne az emberiségről, vagy az emberi gondolkodásról, nem tudom. Mindenesetre a maga tanulása, a rajzolgatása nagyon érdekes. Ahogy ígértem, most egy kicsit visszatérek a többértelműség problémájára. Beszélt nyelvben általában nem emelünk ki kontextusból, csak úgy külön egy-egy szót. Ott mindig nyelvi környezetben van, és könnyen meg tudjuk tippelni, hogy most melyikről lehet szó. Írásban általában összetettebb nyelvtant, változatosabb nyelvezetet használunk, illetve ott többször kiemeljük kontextusból a szavakat. Például címeknél, jeleknél, mondjuk egy stop táblánál, vagy bárhol külön leírhatunk egy szót, és nem tudjuk, hogy na most akkor, ha nem írásjeggyel írjuk, akkor nem tudjuk, hogy most itt melyik szóról van konkrétan szó. Erre példa a s-s-s vers. Nem. Az ő íróját nagyon félreértették, mert ő pont azért írt egy ilyen szélsőséges példát, hogy bemutassa, hogy még egy ilyen szélsőséges példa is azért érthető. Akkor miért nem értjük mégsem? Mert hogy ő ezt klasszikus kínai nyelven írta, és szerinte, ha ezt egy klasszikus kínai nyelven értő kínai a régi Kínában, akárha szavalva hallotta volna, tehát nem leírva, még akkor is értette volna. Hát érdekes, hogy éppen annak a versét használják a pinyin írás ellen, klasszikus példának, aki a pinyint magát megalkotta. Ha bármi kérdésetek lenne, vagy valami nem volt tiszta, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, ha tetszett a videó, akkor természetesen lájkoljatok. Lesznek még hasonló témák, ha másról szeretnétek hallgatni, azt hallani, azt is írjátok meg kommentben, szívesen válaszolok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót.